A díszpolgárok az orgonáért jótékonysági koncert volt a témája annak a sajtótájékoztatónak, melyet Bodnár Margit önkormányzati képviselő, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke, Lomen Péter református lelkész és Gyulai Edit szervező tartottak a hangverseny helyszínén a Bocskai téri református templomban június 5-én. A tájékoztatón elhangzott, hogy egy nemes kezdeményezés második állomásáról van szó, mely nem csak a városban tart igényt érdeklődésre, hanem azon túl is. A koncertet, melyet június 8-án 17 órakor rendeznek, hármas céllal szervezték meg. A koncertsorozatunk ötlete elmúlt ősszel fogalmazódott meg, és az első alkalma is november 24-én volt. A koncertsorozatnak azt a címet adtuk, hogy Díszpolgárok az orgonáért, és az első alkalom az Együtt az orgonáért, most meg azt az alcímet adtuk, hogy Indul a felújítás. Azt gondoljuk, hogy a koncertsorozatunk több éven keresztül tartó sorozat lesz, amely azon keresztül, hogy koncerteket szervezünk, és idehívjuk Hajdúböszörmény díszpolgárait, akik valamilyen művészeti területen jeleskednek, és mellette fölépőként Hajdúböszörményváros, illetve a környezet neves együtteseit, ezáltal olyan programot tudunk nyújtani, amelyben együttesen jelen van a különféle zene, művészet, és ebben a programban a koncert közösséget formál, tud teremteni olyan fajta kohéziót, amellyel az orgona ügye előbbre kerül. Szívügyünk az orgona felújítása, de nagyon jól tudjuk, hogy ezt önerőből sem a város, sem pedig az egyházközség nem tudja. Mindenféleképpen kell szerveznünk egy olyan fajta közösséget, amelyben elindulhat ez a fajta felújítás, és folyamatában több éven keresztül az a fajta gondoskodás, hogy ezt a nagy nemzeti történelmi örökséget meg tudjuk menteni. A maga a koncert, amelyre nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, minden zenekedvelőt, úgy szervezzük mindig, hogy többféle zenei műfaj, többféle művészet egyszerre szólaljon meg. Most június 8-án Friedrich Ádám művész urat várjuk, aki egyben városunk díszpolgára is. Ő nagyon készül erre az alkalomra, érzelmileg rendkívül kötődik a városhoz. Őt elkíséri egy tanítványa, Tornyai Ferenc, aki kürtművész, és mellettük fellépnek a Böszörmény egyik büszkesége, az Ifjúsági Fúvószenekar. A programsorozat azzal lesz teljes, hogy énekszó is megszólal, az ének pedig a Martfői Városi Női Kar 40 éves szolgálatában és 40 éves működése alatt kifejlődött, és most már azt gondolom, hogy országos és nemzetközi hírű énekkar együttes játékában gyönyörködhetünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagyon gazdag programmal készülünk, és erre a gazdag programra várjuk Böszörmény minden zenekedvelő lakosát, emberét nagy szeretettel.